Csapadékos klíma jellemezte 2023-at. Tavaly a szárassággal küzdöttek, idén a nyári betakarításkor a gaz és a felázott talaj okozott problémát. Simon József mezőgazdasági vállalkozó emlékeztetett. Az enyhe időjárás következtében többet fordítottak kártevőírtásra, ami az alacsony eladási árak miatt nem térült meg. Az idei év az elég nehéz volt, ugye a tavasszal a megemelkedett input anyagárak miatt elég nehézkes volt a vetés, sokba került, és aratás után pedig szembesültünk azzal, hogy a terményárak nagyon nem voltak, tehát szinte minden gazda arról mesél, hogy mínuszra zárta az évet. Nagyon meg kellett gondolni, hogy hogyan tovább. Én is, meg mint más gazda is, próbáltuk minimalizálni a költségeket, próbáltuk a növénykultúrákat is olyan formába vetni, hogy azokat jövőre el is tudjuk adni. Az egész éves tendencia december végén is folytatódik. A hónapban mintegy 50 mm eső hullott. Emellett ritkán csökken fagypont alá a hőmérséklet, kedvező környezetet teremtve ezzel a rovaroknak és a gombás fertőzéseknek. Nemhogy a hótakaró nincs meg, hanem a talajok sincsenek átfagyva, így a talajokba a rovarkártevők biztos, hogy el fognak szaporodni. Meg ami még a nagy probléma, hogy az én saját méréseim alapján is az elmúlt egy hónapban közel 50 mm csapadék leesett, így akik elmaradtak az őszi munkákkal, azok most már egyre nehezebben tudnak rámenni a talajra, és visszatérve a melegre, tehát előbb kell majd tavasszal a talajra rámenni. A további kiadások elkerüléséhez a gazdák most hótakaróban és mínusz 15 fok körüli hajnalokban bíznak.